Sok szeretettel köszöntelek. Helyezkedj el kényelmes fekvőhelyzetben, hanyat fekve. A fej alatt, ha lehet, akkor ne legyen párna, vagy egészen kicsi párnát helyezz el. Lábakat enyhén terpezbe helyezd el. Engedd a lábfejeket lazán megnyílni kifelé. Karokat a test mellett, tenyérrel az ég felé. Hogyha valamiért ez a pozíció kényelmetlen, vagy esetleg friss sérülés miatt, vagy egyéb fájdalmak miatt nem tudsz így feküdni, akkor feküdj le úgy, ahogy most a testednek minden szempontból komfortos. És nyugodtan takarózz be, tégy meg minden olyat, amely a fizikai test kényelmét szolgálja most. És engedd meg magadnak, adj magadnak engedélyt az ellazulásra, a megpihenésre. Hisz oly sokszor, akár öntudatlanul is ezt megtagadjuk magunktól. Főként, hogyha napi szinten a hétköznapok tele vannak cselekvéssel, tevéssel, csinálással, aktivitással, fontos, hogy meg tudjon lenni annak az ellenpólusa. A megpihenés, a passzivitás, az elengedés. És mindezt egy éber állapotban tegyük, ne az alvás állapotában. Úgyhogy belső világodban tehetsz egyfajta gesztust, egy jóváhagyást, egy engedélyt magadnak erre. Lehet, hogy sokszor hallottad akár gyerekkorban, hogy ne lustálkodj, vagy ne álmodozz, ne bámészkodj. Valahogy a tevékenység és a tevés lett értékelve ebben a mai világban. A tudatos megpihenés kevésbé elfogadott. De ha már idáig eljutottál a videóban, akkor bizonyosan szükséged van rá, hogy elengedj, megpihenj, ellazulj. És mindehhez először is figyeld meg, ahogy a légzésed történik benned. Ki és be. Be és ki. Folyamatosan figyeld, ahogy a légzések, mint a tenger hullámai, jönnek, mennek. Ritmikusságukkal finoman elringatnak téged. És érzékeld a légzés természetességét, ahogy magától történik. Mindenfajta beavatkozás nélkül, mindenfajta akarás nélkül. Zajlik, történik. És figyeld meg a belégzés hosszát, majd pedig a kilégzésnek a hosszát. Figyeld meg a szünetet a kilégzés után és a következő belégzés előtt. Figyeld meg,
a mellkas hullám mozgását, a has emelkedését, süllyedését. Figyeld meg a belélegzett levegő hőmérsékletét, és figyeld meg a kilélegzett levegőnek a hőmérsékletét. És csak csodáld meg, ahogy a légzésed történik, akkor is lélegzik a tested, ha odafigyelsz rá. És akkor is, hogyha nem. Csodáld meg, ahogy a légzés életben tartja a testet, anélkül, hogy te bármit is tennél ezért. És ahogy a légzésedet megfigyelted, a következő mély belégzésre és hosszú kilégzésre átlélegzed magad egy olyan helyre, ahol tökéletes nyugalomban és biztonságban vagy. Ez lehet egy olyan hely, ahol már ténylegesen jártál, lehet, hogy egy olyan hely, hova vágyakozol, de még nem voltál, de az is lehet, hogy a képzeleted szüleménye, amely most alakul ki a tudatodban. Akárhogy is, érezd magad körül ezt a teret, amely lehet, hogy egy csodálatosan szép tengerpart, lehet egy mező virágokkal, lehet egy magas, hatalmas hegycsúcs, lehet akár egy barlang mélye, az óceán közepe. Bárhova megérkezhetsz, ahol most tökéletes nyugalomban és biztonságban érzed magad. És ahogy kikristályosodik körülötted a tér, nézd körbe ezen a helyen. Figyeld meg, hogy mi vár itt téged. Milyen színek, milyen formák vesznek körül. Érezd a talpad alatt a talajt. Figyeld meg, hogy milyen ez a talaj. Homokos, puha, meleg? Kemény, hideg? Ingoványos? Tekints körbe, egészen a messzeségbe. Meddig látsz el ezen a helyen? Érezd a levegő érintését a bőrödön. Érezd annak a hőmérsékletét. Milyen ez most? Langyos, forró, hűvöskés? Szagolj bele a levegőbe. Milyen illatok, milyen szagok vannak itt ezen a helyen? Frissesség? A tengerparton jársz, akkor sós a levegő? A erdőben akkor lehet, hogy tüzet raktál, és érzed a füstnek az illatát? Hallgass bele a levegőbe, és figyeld meg, hogy milyen hangok, zajok, neszek vannak itt. Melyik érkezik közelebbről, és melyik távolabbról.
Lehet, hogy van itt tengerhullám, annak morajlása. Lehet, hogy vannak itt madárhangok. Lehet, hogy kellemes kis szellőzúgás. És az is lehet, hogy teljes csend vár itt téged. Bárhogy is legyen, ez az, ami most számodra minden szempontból a legnyugtatóbb, a legpihentetőbb. Hiszen ez az a hely, amely csak is érted van. Itt minden azért történik, hogy te teljes nyugalomban és teljes békében lehess. És ehhez bátran használd kreatív képzelő erődet. Ha éppen egy tengerparton sétálsz, és kedved támad megpihenni, akkor akár gondolatban kifeszíthetsz egy hintaágyat két pálmafa közé. Bármit megtehetsz, hisz ez a te helyed, és itt minden érted van. És ahogy felfedezted ezt a helyet, keress egy szimpatikus pontot, ahol meg tudsz majd pihenni. Ahol le tudsz akár heveredni, akár összekuckózni, akár hanyat vágódni a forró homokon, vagy épp a füves réten. És ahogy elhelyezkedtél, engedd bele teljes tested súlyát a talajba, vagy épp a hintaágyba, vagy épp bármi másba, amiben most elhelyezkedtél. És vegyél egy jó mély levegőt, és engedd meg, hogy a kilégzéssel kilélegezz magadból minden olyan dolgot, amire itt és most nincs szüksége. Majd pedig egy finom, langyos, jóleső, kedves kis szellőcske végig simítja a bal lábfejet, teljesen ellazítja azt, megnyugtatja azt. Majd kúszik egyre feljebb, átjárja a bal boka ízületet, kioldva innen minden feszültséget. Majd ellazítja a bal lábszárat, a bal vádlit. Megnyugtatja a térd ízületet, és ez a finom, langyos kis szellőcske átjárja a bal combot, teljesen ellazítja és megnyugtatja a teljes bal combot is. Majd végigjárja a bal csípő ízületet. Kiold, kifúj innen minden feszültséget. És a teljes bal láb tökéletesen nyugodt és békés. Majd ez a gyengén, finom kis szellőcske végig simítja a jobb láb fejet. Átjárja a talpat, a lábujjakat, a sarkat, és tökéletesen ellazítja őket.
csak úgy, mint a jobb bokát, és a teljes jobb lábszárat, és állít. Átjárja és megnyugtatja a jobb térdet. Kitisztít és kiold innen minden feszültséget. Majd végig simítja a jobb combot, ellazítja és megnyugtatja azt. Halad tovább a jobb csípő ízületén, átjárja, és finoman, gyengéden kifúj innen minden feszültséget. Minden esetleges fájdalmat, és minden olyan dolgot, ami már nem szolgál téged. És most már a jobb láb is, a lábujjaktól egészen a csípő ízületig, tökéletesen nyugodt és békés. Immáron mind a két láb teljesen ellazult, és teljesen mozdulatlan. És mindeközben emlékeztesd magad erre a helyre, ahol most vagy. Legyen akár a tengerpart, akár a virágos rét, akár a hegycsúcs, akár bármi más. Majd érzed, ahogy ez a finom kis játékos szellőcske halad tovább. Átjárja a külső nemi szerveket, megnyugvást hoz ide, majd halad egyre beljebb és beljebb. Átjárja a belső nemi szerveket, tökéletes ellazultságot hoz ide, megnyugvást, megpihenést, teljes medence tájék ellazul, a farizma megpihen, és a teljes alhas tökéletesen nyugodt és békés. Majd ez a finom, gyengéd szellő halad tovább, és kisimogat a bélrendszerből minden feszültsége, és megnyugvást hoz a helyébe. Átjárja, megnyugtatja és ellazítja a teljes emésztőszervrendszert, a gyomrot, a májat, az epét, hasnyálmirigye. Átjárja a háti szakaszt, ellazítja a veséket, ellazítja az összes hátizmat, ellazítja, megnyugtatja a teljes gerinc oszlopot, a farokcsonttól egészen a nyaki szakaszig. Ellazítja, megnyugtatja a hasizmokat. Átjárja és megnyugtatja a tüdőt,
és a szívet. Ellazítja a mellkas izmait. Megnyugtatja a melleket. Megnyugvást hoz a bordákba, és ellazítja teljes mellkast. És immáron mind a két láb és a teljes törzs tökéletesen nyugodt és békés. És mindez ezen a csodálatos helyen történik, ahol határtalan béke és nyugalom vesz körül téged, ahol minden érted van, az utolsó fűszálig, az utolsó homokszemig, minden azért van, hogy te teljes nyugalomban és békében légy. Majd ez a gyengéd, kedves kis gyógyító, nyugtató szellőcske halad tovább és átjárja a bal vállat. Megnyugtatja a teljes ízületet, és a bal gúzscsontot is. Majd ellazítja a bal felkart, bal könyököt, és a bal alkart is. Átjárja, megnyugtatja a bal csuklót, a bal kézfejet, és ellazítja a bal kéz ujjait is. És a teljes bal kar, a válltól egészen a kézujjak végéig, teljes nyugalomban és békében van. Majd finoman átsuhan a jobb gúzscsonton, egészen a jobb válik, megnyugtatva és ellazítva őket. Átjárja és ellazítja a jobb felkart, a jobb könyököt, és a jobb alkart is. Átjárja, megnyugtatja a jobb csuklót, ellazítja a jobb kézfejet, és tökéletesen megnyugtatja a jobb kéz, kézujjait is. És a teljes jobb kar, a válltól az ujjak végéig, tökéletesen nyugodt és békés. Immáron mind a négy végtag, és a teljes törzs, tökéletesen nyugodt, ellazul, és mozdulatlan. Majd ez a gyengéd, finom, simogató szellő átjárja a nyaki szakaszt, elől és hátul, oldalt, megnyugtatja a nyakizmokat, ellazítja a teljes torkot,
kitisztít innen minden feszültséget. Majd ellazítja a teljes állkapcsot, a füleket és a fülkörnyéki izmokat. Megpihennek az arcizmok, az orcák, az ajka, a száj környéki izmok, a nyelv a szájban, az íny teljesen megnyugszik és megpihen, mind a két szem, a szem környéki izmok, a szemhéjak finoman átjárja a halánték területét, ez a finom kis szellőcske kisöpör innen minden feszültséget, finoman végig simítja a homlok területét, lefúj és leseper innen minden rossz gondolatot. Átjárja a teljes hajas fejbőrt. Megnyugtatja azt. És átjárja és ellazítja az összes hajszálat a hajhagymáktól egészen a haj végekig. Ellazítja a koponyát és az agyat és a teljes test tökéletesen nyugodt és békés. Minden sejtecske, minden izom, a vérerek, maga a vér, az idegek és a teljes idegrendszer, a hormonrendszer, a bőr, a test teljes felületén, a nyirokrendszer, a kiválasztás, teljes fizikai test, tökéletesen nyugodt és békés, teljesen harmonikus, és gondolatban küldhetsz is egy mosolyt a testednek. Láthatod, ahogy a sejtecskék visszamosolyognak rád, ahogy feltöltődnek, ahogy megnyugszanak, és csak élvezd ezt a határtalan nyugalmat, ezt a végtelen békét. Nincs más dolga, csak hogy pihenj. Halld a körülötted lévő hangokat, szagolj bele a levegőbe, érezd a levegő érintését a bőrödön,
és érezd ezt a határtalan békét, ami ezen a helyen vár téged. Tudatosítva, hogy ez a te helyed, és itt minden érted van. Majd finoman, fokozatosan, ahol elhelyezkedtél, akár a függőágyban, akár a barlang mélyén, akár a virágos réten, óvatosan gondolatban kelj majd föl, és nézz körül ismét, és gyönyörködj a tájban. Lásd a színeket, a formákat, és engedd, hogy körbeöleljen, elringasson ennek a helynek a határtalan békéje. Majd finoman, fokozatosan indulj el visszafelé. Egyik láb a másik után. Egyik lépés a másik után. Érezd ismét talpad alatt a talaj érintését. És emlékeztesd magad arra, hogy ez a te helyed, és ide bármikor visszatérhetsz. Majd pedig, amikor elérkezik az idő, akkor majd vegyél egy jó, mély levegőt, és a kilégzéssel visszalélegzed magad abba a fizikai térben, ahol most a fizikai tested elhelyezkedik. Legyen ez akár otthonodban az ágy, akár a kanapé, bárhol is légy most, visszahívod teljes tudatosságodat, oda, ahol most a fizikai tested elhelyezkedik. És érezd annak határait, tudatosítsd, ahogy hozzáérnek ruhadarabok, akár pokróc, alulról az ágy megtartja, és vegyél majd egy jó mély levegőt. Vegyél majd még egy jó mély levegőt, tartsd bent egy kicsit, és majd egy nagy sóhajjal enged ki. És vegyél még egy jó mély levegőt, amennyire csak tudod, töltsd meg a tüdődet, és tartsd bent a levegőt. Tartsd bent még, és tartsd benn még mindig egy kicsit, és majd csak most engedd ki egy jó nagy sóhajjal, és finoman megmozgathatod karokat, lábakat, nyújtózkodj, sóhajtózz, hogyha jól esik. És amikor majd elérkezik az idő, akkor finoman kinyithatod a szemeket, és visszatérhetsz. Kedves egészségedre váljék! Javaslom figyelmedbe a csatornámat, ha még nem tetted, iratkozz fel,
és külön kiemelném neked a reggeli és esti meditációkat. További szép napot!